A hármas tojás az gáz. A tojásokat 0-tól 3-ig számozzák, ahogy ez a menő tojásos dobozokon belül látszik is, és le is van írva, hogy mit jelent. A hármas tojás az a ketreces, ciki. Egy ketrecben 5 tyúk van együtt Magyarországon, egy akkora területen, mint egy A4-es lap, tehát semmit nem tud csinálni, még akár megfordulni se. Körülbelül egy évig bír tojásokat adni, tehát egy év után leselejtezik őket az iparban, míg ugye természetes körülmények között akár 8 évet is, vagy van olyan tyúk, amelyik akár 10 évet is elél. Oh mama, please come home. A kettes tojás az már kilométerekkel sokkal jobb, mint a hármas. Ez az úgynevezett mélyalmos tartási rendszer. Ez azt jelenti, hogy egy nagy istállóban tudnak mászkálni az állatok, meg fészekbe tojnak, nincsenek egymás fölé zsúfolva több emelet magasan. Egy ilyen vastag alomréteget, szalmát képzeljenek el, azon vannak az állatok, tudnak kapirgálni, mozogni, pontosan ugyanannyiba kerül egy ketreces rendszer kialakítása, mint egy mélyalmosnak. Durván egy forintnyi csak a különbség, de van olyan felvevő, ahol egyáltalán nincs is különbség. Mama, oh, mama, come home with me now. Papa and me are hungry and how. Do-da-do-da, do-da-da-da-da-da-da-da. Egyes tojás, az tök jó lenne, de az nincs. Nem lehet kapni szinte sehol, mert a madárinfluenza óta beterelték az állatokat az épületekbe, szabadtartásos tojás alig van. Van viszont a legnagyobb jó felség, nullás tojás. A nullás tojás a biotartást jelenti, azaz azt, hogy zöldelő réteken boldog piros tyúkok szaladgálnak és tolják a boldog tojásukat, nem esznek GMO szóját, hanem természetes takarmányt, nincs benne semmi vegyszer, semmi hozzáadott anyag. Ez a tök jó felség. De van olyan tojás is, amin egyáltalán nincsen semmilyen pecsét. Ez az őstermelői tojás, mert azok a gazdák, akiknek 50-nél kevesebb tyúkjuk van, nem kell lepecsételjék a tojást. Ilyet őstermelői piacon lehet kapni, jól tessék megnézni és megkérdezni, hogy ez a tyúk tényleg kapirgálta. Nagy valószínűséggel igen. Mama, come home. Come home, come cook a chick. Mama, come home. Come on, you cook 'em slick. Mama, come home. Come on, but double quick. Mama, oh, mama, oh, mama, come home. A tyúkokat pedig nem is nehéz boldoggá tenni. Akár már egy leejtett papírzsebkendő egész napos világszenzációt jelent nekik, és komoly sportteljesítményekre sarkalja őket. Nem is beszélve egy lapátnyi friss fűről, ami úri lakoma, valódi társasági esemény. A tojástartó nem csak tinédzser szobák hangszigetelésére alkalmas kiválóan, hanem a fogyasztó megtévesztésére is. A kedvencem a Biotojás Kft. Csomagolása. Itt díszeleg a doboz kellős közepén a Biotojás felirat. Nagyjából 7-es fonttal megfigyelhető a doboz hátán, ennek ellenére a ketreces felirat. Márpedig a bio előírásoknak megfelelően nem, hogy ketrecben nem lehet tartani a tyúkokat, hanem szabadon kell őket tartani. Ez úgy lehet, hogy a Biotojás Kft. Választott egy ideális cégnevet, amit feltüntethet a dobozon természetesen. Ez a magyar hatóságok szerint nem alkalmas a fogyasztók megtévesztésére. Mama, come home. Make with a steak. Mama, come home. Bake with a cake. Mama, come home. Please give us a break. Az igazság csak akkor derül ki, ha a dobozt kinyitod, és megnézed, hogy a tojásra magára mi van írva. You've been away all day and that is why you hear me saying Mama, oh mama
papa's so mad that the house really rocks. You'd better come and bring the jitterbug box.